Mintha kisé könnyedén vennék a játékot a miénk a magyar-török válogatott találkozó elején, legalábbis ez derül ki az első akcióból. Albert néhány lépést előre megy a labdával, aztán könnyeden legurítja Göröcs elé, Göröcs ugyancsak könnyeden dobja tovább, ott van Sándor előtt. Sándor szokott módján erőteljesen kitör a labdával, jobb lábbal lő, Turgai kapus azonban remekül véd. Hamarosan kiderül az is, hogy a törökök remekül képzett labdarúgók, többször egymás után veszélyeztettek, mint éppen most is, és oly most is csak nehezen szabadít föl. Újabb és újabb török támadás következik. Ugyan a jobb szélső bal oldalon megy előre a labdával, a magyar védelem állva nézi, hogy talat rárohan, jobban lő, gól! Meglepő, de teljesen megérdemelt 1-0-ás török vezetés. A magyar támadások a jobb szárnyon alakulnak ki, de a belső csatárok ezen a délutánon tehetetlenek. Mint éppen most is, 10 fordulásból lő, mellé csúszik a labda. Sokat bosszankodnak a nézők, míg végül Solymosi jobban lő, gól! Solymosi a csatárok tehetetlenségét és remegve szabott lövéssel kiegyenlített. A második fél időben is szinte állandóan mi támadunk, de a csatárok elrontják a legjobb helyzeteket is, mint éppen most is Görös gyengén gyakran a kapus kezébe lövi a labdát. Aztán az is kiderül, hogy ezen a délutánon nem csak a csatárok, hanem a védők is gyengén játszanak, és többször egymás után a levegőt találjuk el a labda helyett. Ez bizony nincsen rendjén. Aztán sipos szabadrugás a kapufáról pattal le, újabb sipos szabadrugás, és a kapus kezébe kerül a labda a kapufáról. Sokat támadunk, míg végül egy jó kiugratás után Görös lő, és gól 2-1, de nem sikerült jól a Chile előtti főpróba.